Van egy olyan oldala is, amit csak kevesen ismernek. A férfi, aki leül a színpadról és leveti szerepeit. Útközben nagyon magányos ám az ember. Életében először most megnyílik, bepillantást engedve legintimebb magánéletébe. Megosztom veletek a szobámat. Ilyet nem szoktam ám csinálni. Láthatják a csöndes pillanatokat, a személyes rituálékat, és hallhatják elmélkedéseit a világhír felé vezető útról. Voltak már hullámvölgyeim is. Ricky Martin gyermekkorát felemésztette az úgynevezett menudó jelenség. Arra neveltek, hogy olyan legyek, mint egy gép. Nem mondhattam azt, hogy ezt vagy azt nem tudom megcsinálni. Miután éveken át hajszolta a tökéletességet a popiparban, elérte saját tűrés határát. Hallani sem akartam a showbizniszről. Totál kikészültem. Kész roncsettem. Majd aztán mégis összeszedte magát, és ő lett a latin új hullám vezére. Ezzel már is szaftos pletykák céltáblájává vált. Ez valami megszállottság. 2000-et írunk, és az emberek megszállottan csámcsódnak mások szexualitásán. Úgy döntött, magánéletét nem teszi közkincsé. Szerelmi élete nem tartozott senki másra. Egészen mostanáig. Rebecca de Alba az egyik legelbűvölőbb nő, aki valaha is része volt az életemnek, és azt akarom, hogy mindig is a része maradjon. Tudja, hogy amíg élek, nem fogom elárulni. Mindig hű leszek azokhoz az értékekhez, melyeket 10 éven át magunkénak vallottunk. Íme Ricky Martin magánélete. Most megukkanthatunk korunk sztárjának titkaiba. Na gyertek, srácok! Útközben persze lesznek meglepő kérdések. Ki markolta meg a seggemet? Túl az újság címeken. Hazugság, hazugság, hazugság. És a zenén is túl. Jó estét kívánok, Friderikus Sándor vagyok. Kíváncsi vagyok arra, hogy ha most kezükben a távirányítóval átkattintanának más és más tévécsatornára, vajon hány Ricky Martinba ütköznének, amennyiben persze kellő számú égi csatorna áll a rendelkezésükre. Mert sejtésem szerint 18-20 csatornából mindig van egy, amely lehet, hogy éppen őt mutatja, amint lélegzet elállítóan gyönyörű lányok úszkálják körbe, ő pedig a víz alatt énekli világslágerét. A mai lányok 12 és 32 éves koruk között állítólag mind arról ábrándoznak, hogy egy fél órára megkaparinthassák Ricky Martint, aki most is olyan, mint egy hihetetlenül vonzó kölyök, aki persze azért már tud valamit kezdeni az értevisító bakfisokkal. Mellékesen megemlítem, hogy az amerikai bulvársajtó úgy döntött, elég volt a lányok tömeghisztériájából, ha már úgy is szakította majdnem mennyasszonyával, érdemes megkérdőjelezni, hogy egyáltalán érdeklik-e a nő. Az ő válasza erre, hogy nem foglalkozik azzal, miket irkálnak össze róla, mert szerinte tarthatna 27 barátnőt is egyszerre, megnősülhetne, lehetnének gyerekei, akkor is terjeszthetik róla, hogy ő voltak éppen más. Úgy döntött, senkinek semmi köze hozzá, hogy kivel osztja meg az ágyát, hiszen az egész élete a nyilvánosság előtt zajlik, sőt, kisfiúkora óta mindent mindig azért tett és tesz, hogy elbűvölje a közönséget. A következő percekben kiderül, hogy mint jó néhány világsztárnál nála is a reklámmodellkedéssel startolt a karrier, sőt egy reklámfilm rendező azt jövendőlte a bájos kisfiúnak, hogy reklámszínészként fog majd meghalni. Lehet, hogy éppen ez ösztönözte arra, hogy más áruja helyett a saját nevéből csináljon védjegyet. Látni fogják majd, hogy a puertorikai fiúcska életét hogy zilálta szét szülei válása, és hogy talált oltalomra nagymamája szárnyai alatt. Alig, hanem a nagyi verte bele, hogy ha el akarja érni a célját, csak magára számíthat. Hölgyeim és uraim, ma esti vendégünk tehát Ricky Martin. Este 10:30 van a kanadai Ottawában, ahol Ricky Martin épp elhagyja a színpadot 2 adrenalinban bővelkedő óra és 3 ráadás után. Leveti csuromvíz ruháját, miközben a közönség további ráadásokat követel.
Tapsorkán nyugdőbörög az arénában. Ez az eufória. Ez az, ami életben tart. Nagyon régóta ismerem ezt az érzést, és nem tudom, milyen lehet az élet enélkül. Köszönöm, fiúk. Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ricky Martin élete kétharmadát a hírnév utáni hajszával töltötte. Most, hogy felért a csúcsra, megtérülni látszik a súlyos befektetés. Mindig ez a szó ülünkbe. Meghittség. Ez olyasmi, amit nem élvezhetsz, ha híres vagy. Ha valaki hat kontinensen is szupersztár, az elszigeteltség a sorssal kötött alku velejárója. Azt hiszem, mostanában nagyon magányos az élete. Persze sok sikerben van része, hihetetlenül népszerű, és rengetegen vannak körülötte. De amikor bemegy a szállodai szobájába, a csend ugyan jól esik neki, de mégis egyedül érzi magát. Tudom, hogy így van, de ura a helyzetnek. Így van ez jól, mert tudja, hogy egyedül kell megküzdeni ezzel a helyzettel. Ricky Martin mindig tudta, hogyan kell feltűnni a színen. Karácsony este született 1971-ben Puerto Rico szigetén, a karibi térség nyüzsgő középpontjában, ahol a spanyol erődítményeket a modern felhőkarcolók váltogatják. Két éves volt, amikor a szülei elváltak. A kis Kiki, ahogyan akkor becézték, édesanyjához került. Amivel mindkét szülő dolgozott, sokszor érezte egyedül magát. Emlékszem, egyszer sírva ébredtem és kiabáltam. Azt kiabáltam, engem senki sem szeret. Nem szeret senki. Mama megkérdezte, miért? Nem akarok iskolába menni, senki sem szeret. Nem szeret senki. És akkor vitt el anyám a nagymamám házába. Majdnem egész gyermekkorában Iraida a nagymama viselte gondját Ricky Martinnak. Elismert egyetemi tanár és író volt a nagyi, aki arra tanította unokáját, hogy kemény munkával bármit elérhet. Ő volt a tökéletes nagymama. Nagyon erős személyiség. Ő tanított meg arra, milyen fontos, hogy elérjük a céljainkat. Ha akarsz valamit, érd el. És amennyire vissza tud emlékezni, Kiki mindig csak egyet akart, szerepelni. Ha Puerto Ricóban születtél, nincs mentség rá, ha nem tudsz táncolni. Mi arra keresünk mentséget, hogy lármásak vagyunk, hogy zenélünk. És Kiki mindig reflektorfényben akart állni. Mindig arra vágyott, hogy esélyt adjon a hírnévnek. Szülei szereztek hát neki egy ügynököt, és csodák csodája, 9 éves korában a helyi tévéreklámok már az ő mosolyától ragyogtak. Yo sirvo algo especial con espagueti con albóndigas Chef Boyardee. Emlékszem, az első tévéreklám után a rendező azt mondta, sajnálom, Kiki, beragadtál. Hogy érti ezt? A reklámipar nem eresztel többé. Azt mondta, reklámszínészként fogok meghalni. Ám Kiki nem ilyen karrierre vágyott. A legnagyobb díjra fájt a foga. Menudo! Én voltam a Menudo legnagyobb sztárja. A Menudo egy legenda volt. A Menudo egyesítette a nemzedékeket. És 25 millió lemezt adtak el. A puertorikói menedzser Edgardo Diaz által színpadra álmodott gyerekekből egy latin-amerikai intézmény lett. 20 év alatt 33-an öregedtek ki belőle. A Menudo azon az elven működött, hogy tagjai, amint elértek egy bizonyos kort, búcsút mondtunk nekik. Amikor már idősebbnek néztek ki, menniük kellett. A Menudo fiúk első borotválkozása egy benutolsó fellépésüket is jelentette. Tudtam, hogy az egyik tagnak lassan mennie kell. Bementem az irodába, és kértem egy jelentkezési lapot, és kitöltöttem. Egy héttel később behívtak. Kaptam egy meghallgatási időpontot. Jól táncol, nem is énekel rosszul, és a kölyök tényleg nagyon akar, mondogatták a vizsgáztatók. Csak egy gondom volt, 150 centi voltam. Az első meghallgatáson nagyon alacsony volt. Azt mondták, kezdjek el kosarazni, és menjek vissza egy év múlva. 6 hónap múlva újabb meghallgatásra mentem. Másodszor is túl alacsony volt. Kétségbe estem. És a harmadik alkalomra sem változott sokat, de mi megváltoztattuk. Megéreztük az auráját, a karizmáját, az odaadását. Ezek miatt döntöttünk úgy, hogy ő lesz a legújabb Menudo tag.
Tíz nappal később, 1984. július 10-én Ricky bemutatkozott Menudóként szülővárosában, San Juanban. Az első este gyönyörű volt. Ott kellett volna állnom a színpad közepén, és nem lett volna szabad elmozdulnom. Bizonyára a világítás miatt. Nem bírtam ki. Elkezdtem mozogni a színpadon, egyik helyről a másikra. Ide-oda ugráltam, táncoltam. Amikor vége lett a második számomnak, és lementem a színpadról, a menedzser odarohant hozzám. Mi a fenét csinálsz? Megőrültél! Ezt nem csinálhatod! Csak azt teheted, amit én mondok. Én meg azt kérdeztem, nem várhatnánk meg ezzel a show végét? Nagyon dühös voltam. Nagyon bántott. Még sírtam is. Oda akartam bújni a mamámhoz, vagy a papámhoz. Amikor a kezembe veszem a rólam akkoriban készült képeket, a nosztalgia mellett érzek egy kis szomorúságot is. Talán ez a Kiki, a kis Ricky nem is sejtette, hogy mi minden vár még rá. Egy újabb nap a Föld egyik legismertebb férfiának életében. Kanada, Ontario, este 6 óra. A tömeg már körülzárta a szállodát. Ricky Martin kilép, hogy átverekedje magát a lakókocsijához. A nap végén szükséged van a közönség rajongására. Ezért dolgozol, ez motivál. Amikor azt mondják, hé, király vagy haver, gratulálunk, jól csinálod, imádjuk a zenédet, imádjuk, ahogy táncolsz. Ez csodálatos segítség önmagad elfogadásához. A kijutást persze nem tudja megúszni inzultusok nélkül. Kimarkolta meg a seggemet! Nyugalommal tűri a támadásokat, talán azért, mert gyerekkora óta hozzászokott ehhez. Nyarán a 12 éves Ricky Martin a Puerto Rico-i fiúk álmaiban szült életét élte. Az egész világot bejárta a Menudo társulatával. Ahol csak felléptek, tinédzser rajongók fanatikus tömeg elüldözte őket. Megszállottságuk a Beatles-mániával vetekedett. Néha nem is lehetett féken tartani őket, olyankor kissé ijesztő volt, de mi tulajdonképpen ezt is élveztük. Némelyik országba a pápa után érkeztünk. És hiszi vagy sem, a Menudo megjelenése mindig nagyobb szenzáció volt, mint a pápáé. Mindenki úgy be volt pörögve. Gyerekkoromban mindig tele volt a testem karcolásokkal. Emberek futnak utána, kocsik követnek. Olyan volt, mintha álmodnék. Mindig ez volt. Rohanás, 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 bujkálás, bujkálás. Amíg a népszerűség erre terelte Rickyt, elvált szülei épp az ellenkező irányba húzták. Hirtelen kiderült, az év 3 hónapját Puerto Ricóban kell töltenem. És az volt a kérdés, hogy kivel? 1984. novemberében Ricky egy elkeseredett elhelyezési perkellős közepében találta magát. Apja megtámadta az anyának ítélt felügyeleti jogot. Nagyon fájdalmas volt ez a húzavonal. Ide is húztak, oda is. Gyere hozzám, hozzám gyere, velem élj. Szeretem a mamát, szeretem a papát is. Mindkettőjüket szeretem. De nem lehetek egyszerre mindkettőjükkel. Akkor most mit tegyek? A kisfiú meghozta a fájdalmas döntést. Közölte a bíróval, hogy az anyjával akar maradni. Még csak 12 éves volt, és az anyját választotta. Persze ez nem jelenti azt, hogy az apját ne szerette volna. Ám hogyan várható el egy 12 éves gyerektől, hogy megbírkozzon ezzel a kérdéssel? Bizony nagyon nehéz volt neki. Az anyja megnyerte a pert, de az otthon soha többé nem volt a régi. Minden alkalommal, amikor hazamentem Puerto Ricóba, foglalkoznom kellett ezzel a kérdéssel. 3 nap után úgy éreztem, elinnem. Keljünk útra megint, menjünk inkább dolgozni.
Ricky Martinból munkamániás tinédzser lett, aki problémáit a próba, lemezfelvétel, előadás megállás nélküli körforgásával nyomta el. Rájöttem, azért dolgozom annyit, hogy elfelejtsem a problémáimat. Az otthonnal kapcsolatos gondokat. Isten tudja, lehet, hogy boldogtalan volt, de mégis mindig mosolygott. Jó a menúdóban lenni? Igen, én nagyon szeretem. Sokat utazhatok, új országokba juthatok el, és sok új embert ismerhetek meg. Serdülőkorában a tökéletes tinédzser szerepét játszotta. Kénytelen volt alkalmazkodni a menudóféle ártatlanság ideálhoz. Arra neveltek, hogy gép legyek. Nem mondhattam azt, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Megmondják, mit vegyél fel, hogyan énekelj, milyen legyen a frizurád. Lassan fogalma sincs arról, hogy mi is az az egyéniség. Mert az emberek rossz néven veszik, ha nem mosolyogsz, ha nem úgy öltözöl, ha nem azokban a cuccokban vagy, ha nem megfelelően reagálsz, amikor az utcán megtámad egy kutya. Nagyon kemény volt ám így élni. A hajfixáló habok és színpadi kosztümök bőveletében eltelt 5 év után Rickynek mindenből elege lett. Az utolsó évben már nem volt olyan kedves a rajongókkal, mintha többé már valahogy nem érdekelték volna. 1989-ben 17 éves voltam. Hallani sem akartam a show businessről. Totál kikészültem. Készroncs lettem. Az emberek folyton azt mondják, annyira jó vagy, annyira jó vagy. De nem tudják, hogy valóban a szívedből jön-e mindez. Kissé talán csalódott voltam. De lehet, hogy már készen álltam arra, hogy valami újat kezdjek. 89. júliusában Ricky Martin búcsút vett a menudótól. Mik a terveid? Először is elmegyek nyaralni. Aztán azt hiszem, hogy tanulni szeretnék. Lehet, hogy színészetet. Úgy bőgtem, mint egy kisgyerek. Ez nagyon nagy fordulópontja volt az életemnek. Fogalmam sem volt, hogy mi lesz velem ezután. Nem tudtam, hogy tanulni akarok-e, vagy utazni. Semmit sem tudtam, össze voltam zavarodva. Padlót fogtam. Ugye milyen furcsa, hogy Ricky Martin világkarrierje egy énekes fiúcsoportban kezdődött. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk a rádió gyerekkórusából kapna ihletet egy helyes kis szólista ahhoz, hogy meghódítsa a világot. A színpadra álmodott gyerekek latin-amerikai intézménye bizonyította be Rickynek, hogy a közönséget meghódítani két élő dolog, mert a rajongók nem csak a szeretetükkel andalítják el a fiúcskákat, hanem a tolakodásukkal is megmérgezik hétköznapjaikat. Hogy hogyan viselte a kiöregedést a gyermeksztár csoportból, és hogy alakult szerelmélete, azt megtudhatják néhány percen belül, amikor folytatni fogjuk a Ricky Martinról szóló portréműsorunkat. Mindjárt. Ő mindig ott volt. És segített hinni magamban. Még a legsötétebb pillanatokban is. És ez olyasmi, amit nem tudok elfelejteni. Hogyan is felejthetném el? Mindig is egy egészen kivételes nő lesz az életemben. A világsztárok sorozatból az is kiderül, hogy némelyik világsztárnak szinte egyáltalán nem volt 10 perce sem arra, hogy normális gyerek legyen, mert vagy nyomorból húzta ki a családját, mint azt a sorozat egyik később epizódjában mesélni fogja Jim Carrey, vagy fergeteges IQ-jával döntötte kisebbségi komplexusokba osztálytársait, mint azt a múlt héten hallhattuk Sharon Stone-nal kapcsolatban. De ez még mind hagyján ahhoz képest, ami Ricky Martinnal történt, neki ugyanis tényleg nem volt gyerekkora, hiszen ahogy látták az előző fél órában, kiskölyökként beénekelte magát a menudó gyerekcsapatába, és onnan kellett néhány év sztárság után eldöntenie, hogy merre tovább felnőttként. Talán az a bizonyos határozott nagymama volt az, akinek a kedvéért a színpadot választotta, hogy a Nyomorultak című darabban bebizonyítsa, nem hiába nevelte őt kemény munkára. Hogy ne csak a szakmai fejlődés rejtelmeiről szerezzenek ismereteket,
A műsor hátralévő részében azt is megmutatjuk önöknek, hogyan talált rá Ricky Martin saját magára, miért fontos neki a keleti filozófia, és mi mozgatja emberi kapcsolatainak alakulását. A szellem vagy a szerelem? A következő állomás Montreal. A színpad már áll, és Ricky Martin elvégzi szokásos fellépés előtti rituáliát. Gyertek, bemutatok valakit. Ő itt Wanda. A show előtt 10 percre ki akarom zárni magam a világból. Ez az idő csak az enyém. Ricky bekap pár falatot az öltözőjében. Kértek belőle? Aztán jön a színfalak mögötti ima a zenekarral és a táncosokkal. Ma már nem hisz a garantált sikerben. De persze volt idő, amikor ez másképp volt. 1989 nyarán elmenekült a hírnév elől. Kiégve a Menudóval töltött 5 kegyetlen év után elment New Yorkba egyedül, hogy újra megtalálja önmagát. Egyedül kellett lennem. Csak mászkálni és nézni az arcokat, leülni egy parkba és nézegetni az embereket. Ahelyett, hogy ők néznének engem. Kibérelt egy szerény lakást a 29. utcán Queensben, és felélte az addig keresett pénzt. 9 hónapig abszolút ez semmit sem csinált. Hihetetlenül jó volt a névtelenség, és bizony néha még ma is hiányzik. De amikor megvolt, és rendbe jöttél, azt mondod, várjunk csak, biztos, hogy ennek így kell lennie? Persze, hogy nem így kell lennie. Így aztán visszament a reflektorfénybe. 1990 elén átköltözött Mexikóvárosba, ahol egy musicalben kapott szerepet. Innen pedig egy mexikói szappanoperába tartott. 1991-ben a Sony Mexikó nevű lemezkiadó szerződött vele egy lemez erejéig. Akár kész volt rá, akár nem, Ricky újabb erőltetett menetnek nézett elébe. Napközben a szappanoperát csináltam, este felléptem a színházban, aztán bementem a stúdióba dolgozni az albumon. Mexikóvárosban összefutott a tévés műsorvezetővel, Rebeca de Albával. Barátok voltak még a korábbi időkből, ám egyik este a klubban barátságuk románcba fordult. A barátaimmal beszélgettem éppen. Ő bejött, és vagy másfél órán át beszélt hozzám. Soha életemben nem gondoltam, hogy vonzódnék hozzá, vagy ilyesmi. Beszélgettünk. És ahogy odafordultam hozzá, hogy mondjak valamit, hirtelen megcsókolt. Megkérdeztem, miért csináltad ezt? Azt felelte, miért ne? Csodálatos volt. Elegáns, sikkes. Imádtam, ahogy az emberekkel kommunikált. Ő a tökéletes példája annak, hogy milyen egy tökéletes nő. Ricky 19 éves volt, Rebeca 24, és nekivágtak annak, ami életük legtartósabb románcának bizonyult. Tudja, hogy amíg élek, soha nem fogom elárulni őt. Mindig hű maradok azokhoz az értékekhez, melyeket 10 éven át magunkének vallottunk. De Rebecának az első perctől kezdve versenyeznie kellett Ricky másik nagy szerelmével, a karrierjével. Egyetlen Menudó tagnak sem sikerült felnőttként szóló karriert csinálnia. Ricky Martin elszánta magát rá, hogy ő lesz az első. A barátommal mindenhová elmentünk. Csak egy kis fény kellett nekem, meg egy mikrofon. Semmi más. Egy megállás nélküli, népszerűsítő turné hatására Ricky első 2 albumát közel 1,5 millió példányban adták el. Pályája romantikus balladákkal indult, de mire belekezdett harmadik albumába, a Medeo Vivirbe, már vissza akart térni karibi gyökereihez. Valami mást akartam. Táncolni akartam. Erősebben kötődni saját kultúrához. Fogalmazzunk így. Akkor hívott fel, hogy nem csinálhatnánk együtt valamit. Hogy írjak neki dalokat.
Un pasito pa l'Angel Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa atrás. Ricky együttműködött volt Menudo társával, Robi Rózával, és megszületett a Mária című szám. A Mária vonzó keveréke a rocknak, a karibi groovinak és az afrikai beatnek. Amikor először meghallották a Máriát, sokan azt hitték, ez lesz a pályafutáson végállomása. Kész, vége van Ricky Martinnak. Mária, felejtsd el a Máriát! Miért akar Ricky ilyen zenét? Minek kellenek neki ezek a ritmusok? Ő egy ballada énekes. Olyannak kell lennie, mint Julio Iglesias. Én meg azt mondtam, lehet, hogy ez lesz a pályán vége, de legalább azt csinálom, amit akarok. És a közönség neki adott igazat. A Mária óriási nemzetközi siker lett. Abban az évben a második legjobban fogyó kislemez volt. De a szakadatlan turnézás nem sok időt hagyott a magánéletre. Rebeka Mexikó és Spanyolország között ingázott tévésként, és be kellett érniük azzal a kevéssel, amit együtt tölthettek. Nem tudom, hányszor találkoztunk havonta, egyszer vagy háromszor, de működött. Jót tett nekünk ez a távolság, a karrierünknek és annak is, amit csináltunk. Az én karrierem miatt ritkábban láttuk egymást, mint más párok. Az a rengeteg utazás, az ide-oda jövés, menés, kész őrület volt. És a távollétek egyre hosszabbra nyúltak, Ricky közben egy merész húzással betört az amerikai piacra. 1994-ben visszatért színészi pályájához a Közkórház című szappanoperában. Ricky Miguel Moresként lépett be a sztoriba, akinek az volt a titka, hogy saját országában valaha sikeres énekes volt. Ricky Martin számára ez esélyt jelentett arra, hogy felfigyeljenek rá az Egyesült Államokban is, ahol még mindig nem volt igazán ismert. A színészethez való visszatérését azonban nem találta sikeresnek. Azt hiszem, nem voltam benne szívvel, lélekkel. Minden társamtól bocsánatot kell kérnem, sajnálom. De nem voltam ott. Ő egy perfekcionista. Azt akarta, hogy minden tökéletes legyen. Márpedig nem lehet az. És ezzel meg kellett küzdenie, hogy nem volt minden olyan tökéletes, ahogyan ő szerette volna. Úgyhogy közel két év után elhagyta a Közkórház című tévésorozatot, hogy ismét kikössön legnagyobb szenvedélyénél, a zenénél. Csak az vitte fel az adrenalin szintemet, ha úton voltam. Kellett a közönség azonnali reakciója. Valami nagyon hiányzott, és azt hiszem ez volt az. A paparazzik mindenhová követték a világban. A gázsia pedig hadszámjegyű lett, amikor csak színpadra lépett. De ez a fajta siker nem sok szabadidőt enged neki. A kanadai turné 12. napjának délutánján vagyunk. Alvás után egy rövid testedzés, majd pár telefoninterjú szállodai szobájában. Végül sikerült 10 percet magára szánnia, és ez a legértékesebb időtöltése. Ebben a szakmában uralnod kell magad. Nem hanyagolhatod el a szívedet és a lelkedet. Napi programjának szent pillanatai ezek. Csendben ülni és meditálni. A meditáció az én orvosságom. Előcsörgök magammal, jogázom és megkérdezem magamtól, mit akarsz ma csinálni. Kiért és mit akarsz ma tenni? Június 1996. Ricky úgy dönt, leállítja jól jövedelmező turnéját egy másik kihívás kedvéért. Fölhív a menedzserem. Nem akarsz újra játszani? És én habozás nélkül igent mondok. Aztán, szereted a nyomorultakat? Egy pillanat. Sok mindenért megküzdött, nem volt kis mutatvány, és nem volt merész szereposztás. Nem az volt, hogy itt van nekünk Ricky Martin, lökjük fel a színpadra, aztán imádkozzunk, hogy jó legyen. Keményen megküzdött.
Az est az övé volt, attól kezdve, hogy színre lépett. Ricky Martin győzelméhez hozzájárult Irajda nagymama jelenléte is. A nagymama rákos volt már, mégis elrepült New Yorkba az unokája premierére. Ricky pedig végre megmutathatta neki, hová jutott el a kemény munka révén. Olyan boldog volt. Olyan, Istenem, hogy csillogott a szeme. Olyan tiszta örömmel mosolygott. Egészen különleges volt. Három hónap Broadway szereplés után Ricky Martin visszament turnézni, majd 1998 tavaszán belépett a stúdióba, hogy felvegye negyedik albumát, a Vuelve-t. A latin poplisták élén debütált, a La Copa de la Vida című kislemez követve, amely 22 országban lett lista vezető. Ám 98 nyarán az eufóriának vége szakadt. Tudatták vele, hogy nagyanyja menthetetlen. Ricky hazatért Puerto Ricóba, hogy mellette legyen. Olyan volt, mintha kómában lenne. De én tudom, hogy hallottam, amit mondtam neki. Így hát csak beszéltem hozzá. Elmondtam, hogy mit akarok csinálni. Aztán egyik este azt mondtam, nagymama, Isten veled. Kimentem a szobájából, és másnap reggel felhívtak a kórházból. Irajda, a nagymama 1998. július 21-én meghalt. Boldog vagyok, hogy volt egy olyan asszony az életében, mint a nagyanyja, aki olyan sok értéket képviselt, és olyan erős volt. Mert Ricky nagyon sokat tanult tőle, de főleg ezt a kettőt. Az értékeket, és hogyan legyünk erősek az életben. Ő volt az, aki megtanította nekem a munka szépségét. Biztosan ezt akarná tőlem most is, hogy dolgozzak tovább keményen. Menjek, hadd táruljon föl nekem a világ. Ricky Martin lemondta a turnéjét, és 98 végére szellemi fejlődésének fordulópontjához ért. Úgy döntött, elutazik Ázsiába, hogy felfedezze a keleti filozófiát és vallásokat. Nem tudtam, hová megyek. Csak annyit tudtam, el akarok menni Tibetbe, meg akarom nézni a Himaláját, és Indiába is el akartam tölteni egy kis időt, hogy elmélyüljek. Egy tájföldi kiruccanáson találkozott egy puertorikói férfival, aki aztán szellemi vezetőjévé vált. Ő vezette be a jóga rejtelmeivel. Megismertem, és 10 nap múlva már együtt sétáltunk a Himalájában. Egy apró indiai város, Puri kellős közepén voltam, egy ashramba zárva, vele együtt. Ők vezettek be, megtanítottak az energiákra, a csakrákra, és mindegyik nevére is. Olyan volt, mint egy gyönyörű ébredés. 99 elején Ricky Martin újjászületve tért vissza, és bízott a Rebekával való kapcsolat feléledésében. 8 évnyi távollét és különélés után úgy érezte, kész elkötelezni magát. A kényelem juttatott el életem egyik nagyon fontos pontjára, amikor meg akartam kérni a kezét. Egy San Juan-i bevásárlóközpontban már meg akarta venni az eljegyzési gyűrűt is. Először is el sem hittem, hogy egy bevásárlóközpontban járkálok, mert hát ugye Ricky Martin... Aztán vegyes érzéseim voltak, hogy mégsem kéne ezt így elkapkodni. Közben az emberek ott loholtak utánam autogramot kérve. Végül sajnos gyűrű nélkül kellett hazatérnem. De az élet ismét nagyon bölcs volt. Tehát nem került gyűrű Rebecca ujjára, amikor elkísérte Rickyt a Grammy-díj átvételére 99. februárjában. A fellépés után erről többé már szó sem lehetett. Please welcome a recording star, a TV star, a cutie patootie, Ricky Martin!
Amikor felmentem a színpadra, úgy gondoltam, ez a lehetőség tényleg csak egyszer adódik az életben. Ki akartam állni, és megmutatni az embereknek, hogy ki vagyok. Egyszerűen lenyúlt a sót. Mintha csak azért lett volna ott, hogy az emberek megőrüljenek. Hihetetlen volt, hihetetlen. Senkit nem láttam, aki ilyen hatással lett volna rám, mint ő. Mindössze 3 percébe került, hogy az unottan ücsörgő tömeget kiugrassza a székből. Ricky Martin új irányt szabott a popzene történetének. Ő volt a megfelelő ember a megfelelő pillanatban. Minden erő együttműködött. A zenei forradalom születése volt. Én ott ültem a közönség soraiban, amikor ez történt. Tudtam, hogy mostantól egészen más lesz az élete. Ricky Martint azonnal befogadta a zenei elit. Csak gratulálni szeretnék. A média az észült a szenzáció bélyegét sütötte rá, a latin invázió előrségnek tartotta. A Sony sietette Ricky első angol nyelvű albumának megjelentetését, és 99 májusára már meg is jelent a La Vida Loca. Tőle tuti orgazmusom lesz. Én is a vidalokat élem, baby. Hatalmas, tripla orgazmusom van tőle. Lányok milliói sikítozták a nevét. Többé már nem igen maradt hely az életében annak a nőnek, akit a legjobban szeretett. Engem az ügyeim Spanyolországba hívtak, ő pedig megkezdte azt az őrült turnét. Sokat beszéltünk telefonon, aztán megkérdezte, mit akarok csinálni, nem tudom. Te mit akarsz? De mindketten tudtuk, semmit nem tehetünk. Mindkettőnknek meg volt a saját élete, a körülmények nem segítettek, és én nem akartam úti podgyász lenni az életében. Úgy érzem, még nem jött el az az idő, amikor azt mondhatnám, oké, most már életem végéig egy valaki mellett akarok élni. Még nem jött el. Úgy döntöttek, megszakítják kapcsolatukat. Rebecca visszament Spanyolországba tévéjét tudósítani, Ricky pedig újra úton volt. Azt hiszem, mások a prioritásai. Vannak dolgok, amik fontosabbak nálam. És ez így van jól. A Vuelve, ez a dal rólunk szól. Arról az ellentmondásról, hogy szeretnél valakit visszakapni, de már nem lehetünk együtt. A mamámmal ebédeltem éppen, amikor először láttam azt a videót. Hallottam már a dalt a rádióban, de a klipet még nem láttam, ahogyan énekli. És akkor belenéztem a szemébe. És én tudtam, hogy nekem énekli azt a számot. Végig rám gondolt, amikor azt a videót csináltam. Később megkérdezte, tudod, hogy rád gondoltam, amikor azt a videót csináltam, és azt a dalt énekeltem? Mondtam. Igen, tudom. És csak nevettünk, hogy hát persze. Ő mindig ott volt. És segített hinni magamban. Még a legsötétebb pillanatokban is. És ez olyasmi, amit nem tudok elfelejteni. Hogyan is felejthetném el? Mindig is egy egészen kivételes nő lesz az életemben. És nem számít, hogy ezután mi lesz velem. Az sem számít, hogy kivel fogok találkozni. Akár kivel fogom leélni az életemet, vele meg kell békülnie.
2000-ben Ricky Martin már 16. éve van úton. Úgyhogy éjfélkor, egy újabb fellépése után ez már egy jól ismert rutin. Amint a stáb leszereli a színpadot, összepakolnak, és Ricky az aréna kijárata felé indul. Integet a rajongóknak, amint az otthonának nevezett hely felé igyekszik, a lakóbuszához. Ez az én otthonom. Ti valami varázslatot műveltetek velem, mert ide soha nem engedek be senkit. Itt tölti az éjszakáit, többnyire egyedül, mialatt a turné elindul a következő állomás felé. Amikor beszállok a buszba, megpróbálok mozizni. Lehetetlen, hogy elaludj egy show után. Turnéjának sikere kényelmes utazás biztosít, ám a töménezésnek megvan a hátulütője is. Ricky Martin, a La Vida Loca a Grammy, Vida Loca a mai showban, Vida Loca a ma esti showban, Vida Loca a Flintstone-ban, Vida Loca! Kéne már egy új sláger ennek a Rickynek, úgy kell neki egy új sláger, mint a betört fejnek még egy ökölcsapás. Csak hogy ő nem egy bizonytalan személyiség. Köszönöm szépen! Chris, ez az első díjunk a Vida Locával. Élezzük ki! Akik túl sokáig vannak a szakmában, mind megkeserednek. Ő nem engedi, hogy ez vele is megtörténjen. Egyszerűen visszautasítja a negativitást. És visszautasítja azokat a pletykákat is, amelyek szárnyra kaptak a szexualitásával kapcsolatban. Én mindent beleadok, amikor a színpadon vagyok. Mindent. A szívemet, a lelkemet. Valamit azért meg kell tartanom. Ami nem lehet téma. Becsülöm Rickyt, hogy nem mond sem igent, sem nemet, mert nem érzi, hogy magyarázkodnia kéne bárkinek is valamiről, ami kizárólag az ő magánügye. Csodálom ezért. Olyan férfiként tiszteljenek és fogadjanak el, aki felmegy a színpadra és beindítja az embereket. Ne olyannak, aki felmegy a színpadra, és Isten tudja, kivel bújik ágyba. Legyen ez elég. A kisfiú, aki valaha élt-halt a reflektorfényért, férfivá érett, és ő elfogadja a hírnevet, akár jót, akár rosszat hoz neki. Csak művészként van bizonyítani valóm. Mivel én igen jól megvagyok azzal, aki vagyok. Ha valakinek nem tetszik, aki vagyok, a következőt. És ha a hírné vár a személyes elszigetelődés, akkor a jutalma a közönséggel való szoros kapcsolat. Az ő tekintetükben találta meg Ricky döntéseinek értelmét. Valamiféle köszönöm, hogy kis világod részévé teszel. Kis és tökéletes világod részévé. Mert ez így van egy Ricky Martin showban. Mert én azt akarom, hogy így legyen. Hogy néhány ember úgy érezze, a mennyországban van. Hogy boldogok, felszabadultak, önmaguk. Mondtam, hogy amikor mosolyog és a szemébe nézek, egy kisfiút látok benne, egy férfi alakjában. Remélem, sosem veszti el ezt a tekintetet. Azt hiszem, ő nagyon komolyan veszi a küldetését. Fenségesen mozog a színpadon, ami összefügg spirituális útjával. Mi érezzük ezt, és minket is felemel magával. Azt remélem, jó embert látnak bennem. És nem mondhatok mást, csak azt, hogy talán saját magatokat látjátok, amikor engem néztek.
Ennyit akartam mondani. Ez a fickó még mindig nincs 30 éves, de már 20 éves szakmai múltat tudhat maga mögött. Állítólag azokat az embereket kedveli, akiknek erős a személyiségük, és akik tudják, mit akarnak, na meg azt is, hogy hogyan érhetik el a céljaikat. Nyilatkozta valahol, hogy olyan nőt keres, aki a magasba repíti, miközben inkább arra van esély, hogy ő tanítson repülni másokat. Hogy Ricky Martin valaki, azt ha máshonnan nem, onnan biztosan megtudhattuk, hogy maga Madonna kereste meg egy duett ajánlattal, és Ricky volt az első, akivel a sztárasszony hajlandó volt együtt énekelni. A latin szellem a szenvedélyről és az odaadásról szól, mondta egy interjúban. Szerinte a szexualitás és a lélek ugyanarról a tőről fakad, de ezért a bölcsességért a többieknek, önöknek nem kell Tibetbe menniük. Mára ennyit, a következő péntek este 7-kor e keretek között újra találkozunk. Akkor Sylvester Stallone lesz a vendégem. Viszontlátásra!